Hát most jelenleg is már vannak itt ilyen 8-10 ember, akik szórólapot osztanak a környéken, tehát ők biztosan, és ígérték többen, hogy este munka után jönnek, van, aki majd reggel fog jönni, és akkor marad velük estig. Szerdán ugye lesz egy tüntetés a kormányüléssel egy időben, onnan este többen el fognak ide jönni velünk hozzánk, és éjszakáznak velünk együtt, aztán csütörtökön mennek az otthonvédelmi tanács kongresszusára, és jönnek vissza majd délután megint. Szerdai tüntetés az hol lesz? Szerdai az az Olimpiai Parkban. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, ahogy szokott. És az hány órától? 11-től. 11-től, 11-től van meghirdetve. A tüntetéseket nem egyeztetik előleg, mert hogy gyakorlatilag egymásra szervezik az akciót. Ez most pont így jó, hogy két külön akció is van ugyanabban a témában. Ugye ez már korábban meg volt hirdetve, a kormányülés az pedig a napokban lett kihirdetve, tehát ugye ez már megvolt, oda meg mindenképpen kellett egyet csinálni, de itt ennek nem is az a célja, hogy nagyon sok ember legyen, hanem valahányan legyünk itt, és maga az, ami az éhségsztrájk, amit egyébként demokráciában nem illik alkalmazni, ahol jogállam van, itt viszont én azt gondolom már kötelező ezt alkalmazni, hiszen más megoldással nem sikerült akkor átütni, hogy észrevegyék.